Emlékszel? Emlékszel? Azt mondta, nem fog menni. Azt mondta, nem fog menni. Azt mondta neked, nem motivál senki és semmi. Hogy ennél biztos nem tudsz többet, aztán több lett, és maga is döbbent, ahogy dobbant a szív. De azt mondta, ami benned van, mégsem lehet a tied. Emlékszel? Emlékszel? Azt mondta, nem vagy elég. Azt mondta, nem vagy elég. Türelmes belé. Türelmes belé. De ki mondja, hogy én nem lehetek az enyém? A ki, ha én nemet, kinyomhatja el, ki, ha nem én? Emlékszel? Emlékszel? Odakint minden sötét, bent minden világos. Talán most lesz az, hogy nem azt mondod, talán most. Talán na most. Már most ő is, te vagy első szám, harmadik szem. Éj a lehetőséggel, a szem előtt szépen és a remegő kézzel is, de vezesd. Minden nap megújíthatod a teremtés művét, hogy megzengesd a szürkét. Emlékszel? Emlékszel? Színt vinni, változni vagy változtatni. Ne siess, ott vagy a közepén. Ott, vagy a közepén. Ott vagyunk vele. Vagy a történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled, ott vagyunk mindig, veled. Mindenhol. Mindenhol. Mutasd, amit tudsz, tudd, hogy mit mutatsz az elméddel. Azt mondtad neked, nem lehet ma fennköltöttet, mit lent költünk szóból, időből és helyből többet. Emlékszel? Emlékszel. A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Elfut az élet. Elfut az Rét élet. Teszed, hogyha vele futsz. Minden másnap a valamivé válás feltámad, átlagok különbségének a nagysága. Emlékeznél a nyára, ha bárki megkérdezne, csak te emlékszel vagy, emlékszel vagy. Rád is emlékezne. Rád is emlékezne. Ne félj kérni, adni, élni, hagyni, bukni, tudni, hogy mind egy, hogy nem mindegy, hogy egy minden vagy minden egy emlék. Emlékszel? Emlékszel. Utazni egy helyben, és a világ minket elképzel. Kezedben a világ, zenél, lép feljebb a zenével. Lép feljebb a zenével. A történeted végtelen, nincs, hogy végleg belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled, ott mindig, vagyunk veled mindig, mindenhol. Mindenhol. Némán szólva maradunk mozgásban magunknál. Ha neki elhitted, tudd, hogy végig magadnak hazudtál. Hogy nem tudsz többet, helyből a szabadban. De saját magad hite legyél magadban. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jaj! Sziasztok! Ebben a percben ketten is érkeztek. Hogyhogy pont most. Adás elejére. Sziasztok, sziasztok! Erik Arezza. Üdv nektek! Késik a hangom? A kamerával volt valami. Én éreztem, mikor beállítottam. Nincs szinkronba, nem? A hangom. A szám mozgásával. Rudi, légy szíves. Nem? Nem, fura valami. Nektek nem fura? Nem baj, Esztinek nagyon szépen köszönöm a 13 hónapot. Pont 13-as, pont ma. Hát, remélem még sokáig streamelsz és nagyobb számokat is elérhetek feliratkozóként. Oh my god! He Mark, mi van? Nem, mi lenne? Nem jó? Valami nem jó? Valami nem jó, nem? Vagy jó minden, csak nekem fura. Ugyanis nézzétek meg. Megérkezett a Stream Deck. Tegnap már nagyjából beprogramoztam mára. Lehet, hogy csak nekem késik. Szóval mostantól csak hátra térök, nincsen technikai baki.
Nincsen. Azt akarom, hogy jöjjön a vízbenyom. És itt is vagyok újra. Azt akarom, hogy nagyba legyek. Nagyba vagyok. Ah, basszus. Meg akartok ijeszteni? Megijedek. Le akarom némit. Nem tudok jobban, egyenesebben ülni. Nem tudok. Szóval, ennyit tud ez a szék. El tudom tüntetni magam. És már újra itt vagyok. Most nem vagyok itt. Most itt vagyok. Új dimenziók nyílnak meg. Igen, igen, igen. Ja, hogy ez Kildarian volt a ijeszgető? Vagy mi? Szóval becsípődött a derekam, én mindig így ülök ebbe a székbe. Még a Rudit még nem állítottam be gomnyomásra. A széket azt fogok, csak nehéz. Én azt eldöntöttem, hogy ki akarom próbálni. Ja, és gomnyomásra jön a zene is. Ennyi. És nem lesznek... Ja. Hoppá. Szomszéd fúróját ki tudja kapcsolni? Majd felmegyek, az kikapcsolódik. Na. És mostantól, hogyha azt akarom, hogy kezdődjön az adás, csak ide jövök, és megnyomom ezt a gombot. Az első Stream Deck-es intro. 3, 2, 1... Meg is tudja állítani az időt. Nem, most már nem lesz, szóval nem lesz semmi baki, nem lesz mellényomás, szóval hogyha én a híreket akarom elindítani, a hírek hátteret, akkor nem nyomok mellé, hogy az intro kezdődik el, mert sokszor megtörtént ez, hanem jöjjenek a hírek! Jó, ezt direkt csináltam. Na, jó reggelt, jó reggelt! Mi a helyzet? Nem tudom. Ja, tudom, mit akartam adás előtt. Majdnem elmaradt az adás, lehet, hogy jobban jártunk volna. Történt egy baleset. Ez meghalt. Véletlen, amúgy is már lógott. Kicsit nem figyeltem oda, és kiszakadt helyéről a csatlakozó. Szerencsé, hogy még találtam még egyet. Szóval, úgyis olyan jó nyomkodni ezt a cuccot. Na mindegy, menjünk, mert sok dolgunk van. Ma a leleplezésre kerül a 22-es sorszámú. Meglepetés, a holnapi adás, illetve ma ma egy kicsit szortírozunk a lelkünkbe, a szellemünkbe, a fejünkben, szóval aki mondjuk nem szereti az ilyet, aznak nem biztos, hogy ez lesz a adás, de interaktív adás ez, már is készítse mindenki maga elé, még a híreket elmondom, van lehetőségete. Ez a Stream Deck még rendet nem csinál az asztalomon, de majd szerzek valami nőt, igen. Na, szóval két lapot hozzatok, ez még zsuvás is,
De az egyik nem muszáj lapnak lenni, az egyik lehet valami füzet. De a lényeg az, hogy a másik az, az valami kis fecni legyen, vagy papír. És tollat hozzatok magatokkal. Pszichológiailag mindenhogy megjárjuk a dolgokat. De mielőtt tovább mennénk, jöjjön a hírek. Üdvözlök mindenkit, ezek a Breakfast Club legfrissebb hírei. Sok aggályuk volt a szakértőknek a keleti vakcinák miatt a titkos dokumentumok szerint. Ajjajjajjajjaj. Most nem lennék olyan ember, aki sinóval van beoltva. Majka Nagyferó lép fel a Mészáros csoport karácsonyi bulián. Igen. 16. napja nem találja távirányítóját a híres streamer. Ez akartam még. Ja, és megkapta a stream deckét, amivel most sokkal profibb, mint volt. Az ország nagy részén napos idő várható. Jelenleg hideg, téli idő már néhány napig tart ki hazánkban. A legnaposabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul. Ma van a téli napforduló, innentől rövidülnek a nappalok. Hát igazából pontosan nem nap ma van, hanem ez egy időszak, de most szokták, mostanra mondják be. A Tamások és a Témiszek ünneplik névnapjukat, minden Témisz nézőnek boldog névnapot. Tudom mi a baj, túl fent van a kamera. Ja igen, hosszabbodnak a nappalok, szóval a fény még többet van jelen az életünkben. Cassius, jó, ez is megint egy izé. Ennyi volt, nem húzzuk tovább az időt, hosszú lesz ez a mai adás. Ezek voltak a legfrissebb hírek itt a The Breakfast Clubban. Na. Pedig annyira fit voltam eddig, most egy kicsit betompultam. Tegnap voltam a legtompább a harmadik évadban. Ez a Terry Hold, meg minden, ez nagyon kikészített. Akartam még valamit mondani? Ugye leleplezzük, stream deck, papírt készítsetek. A játék! Igen, gyerekek, levesszük a 21-eset. Úristen, rendesen érzem az energiákat. Ami itt van. 21. Ez egy kicsit megfolyt. Valami baleset érte. Ugye itt vagyunk a játékba, ahol ma Bobis Quiz tartunk. Ezt lehet, hogy ismeritek. Vagy nem tudom. Szóval készüljetek fel. Ugye aki a legtöbb binyogót gyűjti össze az év végére, az nyer valamit. Nagyon sokaknak van egy-egy pontja, de vannak kettő, illetve három pontosok is. Vagy öt pontos is, még azt nem tudjuk, hogy az a személy ugyanaz a személye. Na, figyelem, Bobis rejtvény fog következni, ez hosszabb lesz, oda kell figyelni. Egy kisvárosban egy hatalmas, nagy, két emeletes piros házban, aminek 7 ablaka van és 2 bejárata. Ebben a házban 7 ember van. 5 nő, 2 férfi, amik azt jelentik, hogy 2 felnőtt és 5 gyerek. A 2 felnőtt 2 középkorú anyuka, Claudia, aki 55 éves és karácsonyi sütit készít, és Sarolta, aki 60 éves és takarít. A 4 szobából az egyikben 5 gyerek játszik. Judit olvas, Márk sakkozik, Anna tévét néz, Lilla rajzol. Állatokból 14 darab van a házban, a nappaliban van egy nagy akvárium 7 díszhallal, az udvaron 2 kutya és 5 macska. A kérdés, mit csinál Bence? Na gyerekek, komolyan a gyilkos, majdnem. Szóval ez a kérdés, hogy mit csinál Bence? Veri,
rejszol, ez egyből. A gyertyatartóval ölték meg, meséli a történetet, én még mindig már... Oh! Eszti! 30, Eszti kitalálta. De ezt ismerted? Mert ezt amit félig inköltöttem, vagy ennyire eszes vagy. Nézd az Esztit, kitalálta. Sakkozik. És miért sakkozik a Bence? Ha meg tudod magyarázni, Eszti. Most kajak? Ezt nem hiszem el. Akkor nem tudod, mi sakkozik. Nem, mondtam azt is, hogy Judit olvas, Márk sakkozik, Anna tévét néz, Lira rajzol, és ahogy Davif írja, hogy ugye a sakkot ketten játsszák. Így van. Hát Esztikém, ez az első binnyogód? Ez az első binnyogód. Figyelj, még nyerhet. Na, akkor ez jó volt. Én ezeket a Bobis rejtvényeket szeretem kitalálni. Amúgy lehet egyedül, Geri is sakkozott egyedül. Szóval, na meg volt a játék, menjünk tovább. Na, ugye a mai témánk az egy kicsit ilyen frissítés, vérfrissítés, és gondoltam, hogy behozom témának, mert akartam mondani valamit, és akkor mondtam, hogy hát ti is megcsináljátok, ez nem olyan nagy téma, lehet, hogy ti is szoktatok. Én minden évben legalább egyszer szortírozok a social médián, nem tudom ezzel ti hogy vagytok, mert ilyenkor mindenhol. Általában most legutóbb tavaly tavasszal csináltam ilyet, és el is búrjázottak a dolgok, de ez is tök jó, hogy mikor megkezdődik a nyár, meg vagy tavasszal, mikor akkor is átfordul minden, illetve így év végén jó egy kicsit... De lesz erről szó, Drefko, nyugodtan kikövethettek. Akkor tök jó egy kicsit átmenő. A legnehezebb a Facebook. A Facebook az több órás meló, amúgy. És az a baj, hogy egy idő után, ha görgetsz az ismerőseidnél, lefagy. És ha befrissíted, más sorrendbe dob mindenkit. Szóval nagyon sokszor kell neki futni. Én tavaly, emlékszem, valami 1000, nem tudom mennyi, 800-600-ról levittem 1200-ra. És mindig ilyenkor elkezdődik bennem egy dolog, hogy hát most őt kikövessem, nem? Mert nem akarom, hogy miért vannak ott olyan emberek, akikkel mondjuk egyszer valahol együtt dolgoztam, de úgy, hogy egy napot találkoztunk, csak valami is bejelöltek, én meg visszajelöltem. És amúgy most már nem igazolok vissza szinte senkinek, hogyha nem olyan a dolog. És most is kellett húzni egy határt, mert az a tervem, hogy egy idő után már csak ilyen 500 legyen, mondjuk. És mert most is ezek a régi középiskolás ismerősök, hogy megnézem a képét, nem tudom ki, megnézem a nevét, nem tudom ki, de azt mondja, hogy épp olyan társam volt. De hát, na, most akkor, most mi legyen? Ez nem, most kitöröljem, ne töröljem ki. De általában úgy szoktam, hogy akit se névről, se képről nem ismerem, az megy a levesbe. És idén el is hoztam egy döntést. Petra, ne idegesítsél már most, ez téma, ez tanácsot adok. Ez egy ilyen kis összegzés, mert ezután jön a fő, ez meg csak a felszopó. Vagy például akiket így online, vagyis így néző közül ismertem meg valahogy, azokat is kivettem, szóval bárki, aki látja, semmi személyes nincs ebbe, csak próbálom minél szűkebbre vonni a kört, mint a Fortnite-ba. Szóval semmi izé, mindenkit szeretek ugyanúgy, Instán ugyanúgy el lehet érni, csak nehogy meg sértődés legyen ebből. A lényeg az, hogy ott meg jobban mertem most már ezeket a egyszer vagy buliba 2012-ben voltunk, és akkor még mindig fasz.
Nem, mint hogyha szoktam volna Facebookozni, csak nem tudom. Meg régebben. Ja, és ez leginkább, amit mondtam, ez a régi időkre vonatkozik, mikor még Imagy Show volt, és akkor még a Facebooknak nagyobb ereje volt, akkor még Facebook csoportokba gondolkodtunk, és akkor még én hülye, még visszaigazoltam mindenkinek, aki bejelölt. Szóval elég sokat kellett. Körülbelül most is olyan 200-at tudtam szétszedni, de elképesztő hosszú meló, és nagyon unalmas, de közben meg tök jó feleveníteni a régi emlékeket, akit nem láttál 10 éve, és úristen, de megöregedett, de megnőtt. Szóval néha meg ilyen kis kedves emlék, hogy azt a... Meg tudod, úristen, ez a csaj, ez nagyon... ez még nem így nézett ki, meg azt mögemberesre esedett. Jó, ennek már gyereke is van, szóval itt tök jó még ezen is így végigmenni. Megtudod, hogy kivel mi van. Herbi nem volt az ismerősöm soha. És... na, ez a Facebook. Instagram. Az Instagramot én azt használom talán a legtöbbet, és már mindig elegem van, hogy ezekből a követésekből van egy csomó, meg soha nem nézek be, meg olyan képek jönnek ki. Na, akkor is valami intuícióra, valami olyan flashba voltál, vagy a Explore-ba bejött egy kép, ami jó, ez tök jó, bekövetem, de soha többet nem lájkoltam, vagy valami. Még akik ritkán posztolnak is, az is csak olyan furcsa, szóval ott is 150-et le tudtam vinni, és már is jobb, hogy így, mindig rátok valamit, érdekel. Meg minek követek 17 fotós oldalt, amik kb. Ugyanazt a képet csinálják. Elég csak egyiket. De Dávid írja, hogy én még most is visszaigazolok mindenkit, meg a fake szexes botokat, akik felnőtt WhatsApp csoportra válnak. A forró macskák, ne is mondjátok, hát nekem, én nem bírok a nőkkel, állandóan itt írnak, hogy menjek át hozzájuk, majd bírnek. Szóval az Instagram nagyon jó, hogy használható, YouTube is nagyon fontos, nekem úgy van megcsinálva, hogy a könyvjelzőkben rögtön a feliratkozások jönnek, és ott is fel vagyok iratkozva, akik sokan nem nézek, csak placeholder. És ugye nem is tudom mikor volt, amikor, az is tavaly volt, mikor a legendás 1600 feliratkozásomat levittem valami 400-ra, az nagy meló volt. De például van ez a Technowire, vagy Technoman, ami tök jó, mert retro dolgokat csinál, készít videókat, és de sose ülök, nem érdekelnek a videó, nem nézem meg, mindig úgy vagyok el, majd ha lesz időm, akkor se érdekel, minek? Egyedül a Spotify-hoz nem nyúlok, mert annak a mentett playlisté az mindig valami hangulathoz, vagy valamihez köt, szóval ott nem érzem azt, néha keresgetni kell, de jó, de ott is, ott azért ott megmarad. Ja, és Twitch-en se csinálok, vagy nem izélek, mert itt is tök jó, mikor feljövök a Twitch-re, megnézem, hogy mizu, vagy hogyha van úgy valamit néznék, akkor látom, kik azok, akiket majd bekövettem, vagy egyszer berédeltem, és akkor azért követem, hogy tök jó ránézni. És akkor így, jó. Szóval ezek nagyon időigényesek, de egy kicsit érzed, hogy így a social media terhed könnyebb. Bár az lenne a legjobb, ha nem is éreznénk ilyet, és nem használnánk. Szóval ezt is javaslom, hogy itt a napokban, aki nem csinálta meg, szerintem nyugodtan meg lehet, és engem is nyugodtan kövessetek ki, hogyha valaki csak azért követett be, mert egyszer sírtam, hogy legyen meg a 4000 követő, meg faszom tudja, meg 3000, és csak ilyen lojalitásból van, amúgy meg gecire irritálja, hogy ott vannak a posztjaim, és nem érdekli. Nyugodtan iratkozzatok le, kövessetek ki, fossatok le. Szóval, hát ez a lényeg, Petra meg Koksis, hogy ezeket egyszer nekiülsz, beteszel valami podcastet, egy Bobby streamet, és akkor úgy elmegy az idő, és rend lesz. Napi szaros posztjai. Nem, én már eltüntettem minden régi dolgot, azt hiszem. Csokit, passzus, Csokit miért nem töröltem? Őt is kellett volna. Na igen, a megnézendő videók a kedvencem, amiket soha nem nézel meg, vagy nem kezded el azt se bezárogatni, amit megnéztél.
Igen, szóval én nem vagyok ez a posztoló. Majd ma azért is posztolok, vagy... Nem tudom, a Pókembert is már mikor megnéztem, és még nem csináltam olyan mini review-t. Egyesek szerint elhuntam. Ja, meg tudjátok, mi az érdekes? Hogy észreveszed, mikor a Facebookon görgetsz, észreveszed, hogy így van, hogy... És miért nem látom az időt? Hogy van az, hogy... Hogy valaki már négyszer van meg az ismerősünk között, és ez hány profilt kellett csinálni, és minden képnél egyen öregebb, meg egy csomót ilyen fék, meg törölt, meg egy faszom, dír. Tehát kajak egy ilyen kis megkönnyítő érzés, szóval ajánlom nektek is. Na meg Netflix, hát mondjuk én oda nem nagyon szoktam a listára tenni semmit meg. Ezek olyanok, hogy valamikor előveszi ezeket a listákat valaki. Na jó, akkor most innen válogatok, úgyse nézed meg, azokat se. Ó, de simcike, lekésted, pedig ma nagyon fejtörős volt, egy helyes megfejtés volt. Mondanám, hogy elmondom még egyszer, de nagyon hosszú volt, szóval. De rafonált volt, rafkós volt. A kubatom listárok. Na. Ezt így elgondoltam, elanekdotálom, hát ha nektek is kedvet adok hozzá, hogy összeszedjétek, és akkor ezzel is kicsit letisztultabb lesz. És akkor fogjuk elérni az igazi szintet, amikor már le is töröljük magunkat a social médiáról. Ez a stream deckkel tényleg olyan, mintha lenne egy adásrendező, nem az, hogy itt mondok valamit, és akkor nézem a jobb alsó sarokba a szem... Aha. És akkor kattintok. Én nagy listakészítő vagyok, de minden manuálisan Excelben. Régebben volt egy külön Excelem, ami azt tartotta nyilván, hogy melyik listámat mikor kezdtem utoljára. Nagyon jó, én is ilyen voltam régen. De én egy hónap után minden listámat abba hagytam. Szóval régen volt nekem ilyen life achievement lista, mert kitaláltam középiskolásra, hogy olyan rossz, hogy nem számoljuk az életünkben a dolgainkat. És elkezdtem számolni, hogy hány péksüteményt teszek, és minden nap leírtam, hogy mit ittam, hanyadik dinnyiskepit ittam meg, hanyadik hotdogot, mindent vezettem. Mindent vezettem, aztán abba hagytam. Akkor most például a TBC-nek csináltam, de régen volt, hogy gyöngyös legjobb hamburgerét kerestük, és azt is mindig mennyibe került. Már akkor ilyeneket csináltam, 2010-11-ben. És akkor mindenhol megkóstoltuk. Kis vélemény, ár, meg pontozás. Szóval régen nagyon sok ilyet csináltam, de nem tartottak tovább 3 hónapja, mert utána, most nem, majd holnap. Szóval, miért csináltál ilyet, Bobby? Hát, mert már régen is, régen még süsűbb voltam, lehet. Jaj. Meg volt ilyen is, hogy az egyik barátnőmmel csináltunk egy ilyen 100-as listát, amit teljesítenünk kell az évbe, és oda is volt, hogy mondjuk moziba menni 10-szer, és akkor mindig, ha volt, felírtuk. És akkor volt egy 100-as lista, hogy mit csinálunk meg. De azt is elengedtük szerintem, mert 40 valamennyinél. Amúgy Putrik írja, hogy az lenne az igazi statement, ha minden is ismerősöd letörlöd, és aki halott vagy kamukra fül. Gyöngyös legjobb hamburgere amúgy McDonald's, Manhattan. Hát az a vidék McDonald's-a. Na de térjünk a fő tévára rá. Kicsit most mentálisan. Ez amúgy részben kívánság is volt. Hogy legyen közös meditálás, de nem lesz ilyen. Szóval ez, hogy messze vagyunk attól, meg én nem is csinálhatok ilyet, ahhoz egy tök jó guide vezető kell, csak olyannal szabad csinálni. De most végig fogunk menni minden dolgon, ami a múlt, a jelen, a jövő, és megpróbáljuk kitisztítani az elménket és felkészülni a jövőre. Fontos disclaimer, amit most mondani fogok, hogy ez bármiben hiszel, akkor is
ez egy úgymond jó dolog, amit most csinálunk, hogyha mit tudom én, a valami valláshoz hiszel, akkor is meg fognak jelenni bizonyos elemek itt, hogyha mit én keleti tanok, vagy spiritualitás, annak a része is, ha mit én vonzás törvényébe, akkor akkor is bevonhatod. De hogyha semmiben nem hiszel, hanem egyszerű pszichológia, ez legfőképpen mind pszichológia lesz, amit most csinálunk, de ha egyikbe se hiszel semmibe, akkor is jó egy ilyen Excel táblázat szerűen levezetni az évet. Szóval ez a fontos, hogy tök mindegy mi van, miben gondolkodsz, ez ilyen multifunkcionális dolog lesz. Ha semmibe, az is, de hogyha mindenbe is, akkor is. Szóval vegyük elő a lapot és a tollat. Mindenki kész? Az első lap, az egyik nap, az elmúlt, a 2021-et fogja, a másik lap pedig 2022-t fogja tartani. Én nem fogom most veletek együtt csinálni, mert most akkor nem elterelem a figyelmemet a műsorral, meg úgyis most én kifelé nektek adom magamból. Szóval Csoki, ez nem igaz. Ez két különböző lap, mert az egyik lap itt van, látod? A másik lap meg itt. És amúgy is mind a két oldala másmilyen. Na, felkészültetek? Benne vagytok ebben a kis interaktív kalandba? Itt a téli napforduló kellős közepén? Egyből elment 10 ember. Éreztem, hogy ez amúgy egy olyan lesz. Ez egy kicsit meredekebb téma lesz, mert ez már ilyen üzi boszorkányság, meg hit. A mai világban már nem lehet hinni. Még inkább leszek NPC a Matrixba. Kettő lap kell. Vagy spiri. Igen, de mondom, hogyha nem hiszel semmibe is, vállalkozók meg szokták csinálni ezt a vállalkozásokkal évente, akkor te miért ne csináld meg a fejedbe magaddal. Jó? Let's do this! Le is nyomom a zenét. Ez már itt túl. Beteszek ilyen horoszkóp zenét. Első, érkezzünk meg. Megérkeztünk. Csukjuk be a szemünket. Jó, ez cringe-ebb, mint ahogy elképzeltem. Jó, Drafko, te tudod, ezt már mindig elmondom, hogy bűvális boszorkányok voltak a kedvenc sorozatom. Excelben nem, papírra írjátok, semmi digitalizmus, de így kézzel írjátok, kézzel, ez nagyon fontos, nem hiába a papírt emlegettem, LCD kijelző és billentyűzet helyett. Ó, David, akkor majd visszanézed fejbe. De tényleg, aki vezet, meg éppen úton van, az ne csukja be a szemét, mikor azt mondom. Lehet, mindent csinálhatsz közben, csak ne nagyon tereld el. Na, jó, érkezzünk meg, zárjuk ki a tudatunkból mindent. Ez ám a meditáció. Vegyünk 5 mély levegőt, kicsit ürítsük ki az elménket, orron be, és szálljon ki az autóból. Jaj, én tényleg nem lennék jó vezető. Ez jó volt, de az a baj már, hogy most már más szellemi szinten rezgek. Nem tudok megijedni. Most tudatos az elmém. Szóval ha megvagyunk, akkor itt vagyunk. Ugye? Jó esett. Ez mindig. Jól tud esni, kivéve a sikítás. Ezt lehet, hogy ki fogom kapcsolni. Amúgy nem is gondoltam bele. Na, és akkor kezdjük el írni. Összegezzük 2022 helyett 21-et. Hogy kapcsolom ezt ki? Így. Mindent kikapcsoltam. Szóval, az első
dolog, amit le akarsz írni, az arról fog szólni, hogy miről szól az elmúlt évünk. Szóval mik voltak azok a jelentőség teljes események, amik meghatározták az évedet? Az első, amit ki fogunk tölteni, az a magánélet. Írjátok be, hogy mi történt magánélet szempontjából idén. Megtaláltam az igaz szerelmet, szakítottam, még tovább bonyolítottam az életem. Ugyanott voltam, ahol eddig. Szóval kapcsolati szinten mindenki írja le őszintén, hogy mi történt vele. Az égvilágon semmi, akkor írd le azt. Megtaláltam az igazi streamet. Ha semmi, akkor azt is nyugodtan. Milyen meghatároz... Jöhet a következő? Azban lehet túl gyors leszek. Milyen meghatározó új szokásaid lettek idén? Azért lesz jó koksisz, ha ezt végigcsináljuk. Milyen új meghatározó szokás volt? Olyan nem lehet, mindig írni kell valamit. Na most most mondatba kell írnod, írd le mondatba, hogy a legnagyobb lecke... Na, az is jó. De ilyeneket is írhattok, hogy letettem az orsprét. Fú, majdnem függő lettem, mikor ezért voltam. Szóval a legnagyobb lecke, amit megtanultam. Ezzel a következő, ez egy mondat legyen minimum. De ha több, az se gond. Álva pipileg. Hát, Marci, ez nem mindig jó, ha álva pisilsz. Sok nő nem engedi azt. A mondat? Az, hogy mi volt a legnagyobb lecke, amit idén megtanultál. Amúgy lehet, hogy ezt szebb sorrendben is lehetett volna rendezni, de olyan nincs. Nincs sem, nem tanultál semmit egy év alatt. Hát valamit csak megtanultál, legrosszabb esetben. Nem tudom, egy új vágási módszert, amivel a kenyeret vágod. Következő dolog, legfontosabb dolog, amit másokért tettem. Lehet többet is írni, egyet. Amúgy, hogyha meg nem tudtok írni, az is majd jó lesz realizálni, hogy mi a helyzet. Sony Vegas-ba vágom a kenyeret. Csukott szemmel kell írni? Tudtam én, hogy ez meredek lesz ez a témát behozni. Írj le három embert, aki a legnagyobb hatással volt rád idén. Pozitív, illetve negatív. Postán dolgozom és kedves vagyok. Az is jó, az is jó. Ja igen, ide engem kell beírni azért. De nem erről szól, Gyulánk, hogy most valaki felvilágosított valamit. Hát szerintem mindig tanulunk valami újat. Nem is az a lényeg, hogy más. Hogy kell elosztani három embert? Bobby munkák és a Leonardo DiPaccio. Figyelj! Ha csak egy ember van? Ha csak egy ember tudsz, akkor így egyet. Mi az a dolog, amit nem sikerült befejezned, vagy megvalósítani 2021-be? De magamtól sem lepődtem meg semmit. De valamit csak tanultál. Nem azt mondtam, hogy mi az, ami meg... Vagy már ezt másra írod? Nem tudom.
Nem, nincs olyan negatív és pozitív. Aki hatással volt rád a legnagyobb. Hát az lehet negatív is, vagy pozitív. De ha több van, akkor többet is ír. Szóval most azt írjuk, hogy mi az, amit nem sikerült befejezni. Úgy érzem magam egy kicsit, mint egy tanár. Igen, uncsi tanárnak lenni. Vagy jobban tanárban, Csim, így a kettesnél járok. Én a hármasnál. Most akkor ez pontos jé? Igen, az a baj, hogy ezek a kérdések, azért nem tudom, hogy, mert ezek sok időt vesznek igénybe. Szóval, ha nem tudtad befejezni az adásba, akkor majd a kérdést írd fel. Az is jó, hogyha nem most csináljátok meg, csak felírjátok a kérdést. Mire vagy a legbüszkébb a idei évben? Igen, putrik. És most írjátok le a csetre a bankkártyátok hátulján található három számot. Ezt amúgy, hogy egyszer lesz közönségtali év végén, akkor ezt a kiterjesztett verzióját kéne majd megcsinálni. Írd le az éved legromantikusabb pillanatát. Hogyha nem volt, akkor kutass mélyen. Lehet, hogy a boltba a pénztáros csajszi vagy pasi nagyon rád mosolygott, és valami szép fikciót elindított benned. Koksiz. Most téhozd már magad ezután, könyörgöl. Hogyha megvan, akkor a legromantikusabb után a legboldogabb pillanatot idézd fel. Ide próbáljatok meg egyet írni. Ha nem tudsz, akkor is írj valamit, mert lehet, hogy boldog voltál egy csokitól is. De ha meg nagyon sok volt, akkor próbálj meg egyet kiemelni. Hát figyelj, Zsancsi, ha téged ez indít be. Azért néha, aki csinálja, írhatna egy pluszt a csetre, hogy tudjam, hogy már leírták, és akkor majd abból leírtátok, és akkor abból így érzem majd egy idő után. Erre jegyet kapunk. Ja. Most írjátok le azokat a dolgokat, ízeket, amiket megtapasztaltatok. Így nagyon ízek, érintés, illatok, szagok, amire úgy nagyon emlékszel, vissza tudsz emlékezni, hogy fú, basszus, olyan jó tettem múltkor, vagy mit tudom én, nyáron, mikor voltam a Balatonon, olyan hekket tettem, vagy úristen, az az illat. És azóta se találom azt a nőt, akinek éreztem az illatát. De emlékszem rád egy fesztiválról. Egy asszony illatára. Ízek, imák, szerelem. Igen. Bobby bá kifogyott a tolla. Úr is, itt az enyém. Ilyenkor mindig már ilyen dühösen mondták a tanárok. Itt az enyém. Mindent leírtunk, szerintem ide. A legnagyobb teljesítményem idén.
Zsancsi kezd para lenni. És ide még azt is írjátok oda, hogy kik és hogyan segítettek abba, hogy ezeket az eredményeket elérjem. Spárba kaptam ilyen gyurmát, elkezdtem vele játszani, csináltam belőle horrorfejet, és utána már nem lehetett gyurmázni vele. Kaptam egy ilyen matricát. Én ennek is örülök. Rá is teszem az új stream deckemre. Hát nem aranyos. Na és akkor most jön az igazán nehéz része. A megbocsátás. Történt-e olyan dolog, ami miatt meg kell bocsátanod valakinek? Vagy rosszul esett neki, szóval tette, vagy magadra haragszol valami miatt? Ezt írd le a legnagyobb ilyeneket, amit elkövettél. És már most is kicsit megbocsátunk magunknak közbe. És levonjuk a tanulságot. Tanulunk belőle. Na ezt gondolom most mindenki csöndben van a cseten, ez jó hosszú lesz mindenkinek. Oda is eljutunk Simcike hamarosan. De annyira jót írsz, Csoki, annyira jót írsz. Ez lesz az egyik tanulság. Azt én hibásan kaptam? Ja? Nem. Csak ez nagyon be van. Hát nem, megbocsátasz, mert rosszat tett veled. Meg magadnak. Itt inkább arról van szó, hogy magadnak bocsátasz meg. Vagy hogyha te nem tetted meg valaki, akitől bocsánatot kéne kérned, azt írd le, hogy kitől és miért. Igen, makrancos hölgy, megcsináljuk. Itt most nagyon-nagyon gondoltam még valami jó kis izé. Amúgy Art-G-t betehetnék a háttérbe halkan, az lehet, hogy adná a feelinget. Nem is hülyeség, Bobek. Ez tök jó, good idea! Csak, ja, de akkor akik a YouTube-on nézik vissza, lehet, hogy lemarad az egész mostantól. Halkan teszem be. Hát, ha úgy nem érzékeli a bot. Na, így mennyivel jobb a hangulat. Nem kell felolvasni, majd magadnak nagyon. Na és most jön a legnehezebb rész. Mit kell még kimondanod, hogy lezárhassd magad mögött hagyott évet? Mi az a dolog, amit úgy érzel, hogy nem tettél meg idén, és tök jó lenne valakinek elmondani? Melyek azok a dolgok, amit el kell engedned, amit nem akarunk továbbhozni? Lehet rossz élmény, negatív hatás, bármi. Nyugodtan leírhatod, még le is rajzolhatod. Hát DraftCode, most nem voltál jó menedzser, mert csak spotin rányomtam a randomra. Fú, én nagyon sok RG-t tudok. Na. Csak nem akarom, hogy nagyon hangos legyen, hogy elterelje a figyelmemet, meg a tiéteket, csak halkan. És ez már túl hal? Ja, lehet, hogy ezért nem kéne, hogy a nézőknek ne némítsa le. És hogyha belegondolunk, DraftCode, valójában nem is voltál a menedzserem. Így nem kell mit bánni.
Ú, basszus, ki fogunk futni az időből, de nem baj, ezért vagyunk itt. Csak nekem meg dolgom lesz. Most már olyan halk a zene, hogy nem is halljátok. Én hallom, nekem jó. Ez csak az igaz... Én, DraftCode, én nem tudok semmi mást ajánlani, csak az igazságot. Nekem a 90% a válaszoknak, Bobby. Nem már. Akkor van egy kicsi baj. Ne szopódjatok be annyira belém. Ez egy nagy tanulság nekem az idén. Én például ezt írom az egyik tanulságomnak. De én ezt a újévi videóban úgy is elmondom, hogy nagyon beszopódtam az online életbe. Na mehetünk? Vagy még mennek a elengedések? Don't go, I need to know. I love you so, I love you so. Most már olyan halkan szól a zene, nektek szerintem. Én is olyan halkan hallom. Én nem engedek, hát Gyulánk az... Pedig hidd el, jó az. Hana! Van... szubod. Jó, tényleg leveszem inkább a zenét. Nehogy emiatt tényleg elmenjen. Majd vissza tudod nézni, és tölts ki ugyanígy. Meg is tudod állítani. Hát értem, értem, Szotyi. Én is egy kicsit elzárkóztam a régi emberektől, még a ő tavasszal, de nyitni kell. Kell a valóság, kell a kémia, kell a érintés, minden. Elrabolták a kutyámat, és azóta sincs... Ne, hát, hogy figyelj, megtettél mindent, hogy visszaszerezd a kutyát? Ha nem, akkor tegyél meg érte mindent. Ha megtettél mindent, és nem került elő, akkor meg már nem tudsz változtatni a dolgon, akkor tudom, hogy nehéz. Ez ugyanolyan, mint a szerettünk elvesztése is például, hogy akkor meg azt kell tudatosítani az elmébe, hogy te megtettél mindent. Ez egy szomorú dolog, de hogyha benne ragadsz, nem lesz, nem kerül vissza ő se hozzád. Mi volt az utolsó kérdés? Az elengedés. Nem tudod, mi a minden? Hát, ezt nem tudom én sem megmondani, mert nem tudom, hogy te... neked milyen a érzelmeid, de mondjuk, hogyha nem tudom, lehet, hogy hát meg nem, ezt nem tudom meg, ez mindenkinek más, hogy kinek mi a minden. Hát ezt neked kell érezned. Pont erről szól ez a mostani téma, hogy ezeket is mérlegeljük. De hogyha még nem tudod elengedni, akkor lehet, hogy nem tettél meg még mindent. Nem tudom. Azért nem vagyok szakember, szóval a minden, amit itt mondok, ez csak ajánlattevés, nem minősül valódi pszichológiának. Remélem, Juli nem is néz. Na, menjünk. Az elmúlt évem három szóba, három szót írjatok le, ami meghatározza. Ja, és látjátok, ez is érdekes, vagy ez is, amit mondtam, hogy gondolom Bárójék a vallásban eredően csináltatok, hogy ez tényleg akár honnan nézzük, reál, vallás, spiri, pszichológia, ez lényegében ezek ugyanúgy meg szoktak történni. Mi a minden, amit megtehettem volna? Most nem, mondom, nem tudom. Hát honnan tudhatnám? Nem tudok a te rezgéseiddel, vagy hogy a te érzelmi szinteden most gondolkodni, vagy megmondani, hogy mennyire, meg nem tudom, hogy mit történtek. Hát most ez annyira, nem tudom megmondani, mi a minden. De lehet, hogy nem mondom azt, hogy nem tettél meg. Én nem mondom azt. Miközben ennek a érzelme, hát hogy mennyire kötődsz a kutyához. Na, Bobby néha streamel. Az elmúlt évem
filmje, zenéje vagy könyve. Amúgy, hogyha megfigyeljétek, egy kicsit hasonlót szoktam csinálni a... Hát nem tudom, én nem tudom, mit tehettél volna meg. Nem tudom a konkrét esetet. De hogyha meg már, hogyha meg... Nem tudom. Én csak azt mondom, hogy feldolgozni ezt... Attól nem azt mondom, hogy felejtsd el, és soha többé ne gondolj rá. Csak, hogyha benne ragadsz, nem fog változni semmi. Ezt amúgy sokszor sokan félreérték, amúgy főleg, ha egy szakításról van szó, vagy egy tényleg egy szerettünk elvesztésének, hogy az elengedés nem azt jelenti, hogy azzal megtagadod azt, hogy szeretted, vagy kötődsz hozzá, attól ugyanúgy szereted, ugyanúgy szerelmes vagy belé, ugyanúgy, csak túl tudatosítod magadba a történteket. És akkor tényleg elhúzzuk az időt. És akkor végén búcsú az elmúlt évettől, ha még valami maradt, amit leírnál, vagy még valaki, akitől elköszönnél, tedd meg most. Írd le, mintha neki írnád. Vagy valami dolog, ami benned maradt. I need to know. Please don't go. I need to know. Na, írjatok pluszt. Ha megvagytok. Please don't go, I love you so. Na. Nem kell még most megsemmisíteni a lapot, de tanácsos. Az a lényeg, hogy ha nem most streambe, hogyha már vége a streamnek, vagy ezzel a lappal még várhatsz szilveszterig is. De nagyon fontos, hogy egyszer olvassátok majd végig, elejétől a végéig. Elejétől a végéig olvasd el, tudatosíts magadba mindent, ami történt, és aztán úgy semmisíted meg, ahogy akarod, kidobod, széttéped, elgyújtod. Mondanám, hogy emléknek tedd el, mert az se rossz ötlet, hogy vissza tudod nézni a dolgokat amúgy, csak akkor meg érted, még mindig ott van veled. De ez már ilyen szellemi kicsit. Vagy az se jó amúgy, Lorenzo, az se jó, ha elszívod, mert akkor beszívod magadba. Ne, szerintem ne. Marci, szerintem. Kifújni már lehet, mint ahogy én szoktam a szakma orrát egy-egy ilyen adással. Na. Akkor most egy kicsit megint, most mondjuk még most nem, mondom ezt majd, tud egyszer, mikor én se pofázok itt. Már belebonyolódtam. Szóval majd akkor olvassátok át a dolgokat, de most is egy kicsit elengedjük ezeket a dolgokat. Mármint, hogy ezt az írást, 2021-et.
És megint az a legjobb, mikor megint orrod, ugye, be. Szájon ki. Most a szájon ki, ez hihetetlen. Ezt hogy szokták mondani? Kifújjuk. Majd szájon át, kifújjuk. Akkor érezni kell, hogy a tüdőd megtelik, de ez már meditáció egy kicsit. És visszajövünk, kinyújtózkodunk, és most jön az igazi váltás, a vis. Na. Kicsit visszanyom a zenét is, kicsit térjünk vissza. Mondom, majd még töltögessétek ki. Na és most jön a Michael Bublét, nem hallottuk. De nem kikapcsoltam ezeket. Nem úgy volt. Azt hittem, hogy ezeket kikapcsoltam. Mert még most jön 2022. Azért kell a második lap, csak kell egy kicsit most egy kicsit pihennünk. Ilyenkor bármikor várjunk már, ezt hogy tudom kinyomni? Most a Sound Alertek off-ok, de köszönöm szépen, aki Wishing Merry Christmas. Nem is látom. Ki csinálta a Wishing Christmas? De hogy ezt kapcsoltam ki, hogy ne lássam? Most lehet, hogy az egész leaderboardot riziteltem véletlenül. Amúgy szóval bármikor lehet ezt megcsinálni, év végén jó, mert akkor tudod könnyedén összegezni az év végét. Meg ma van a napforduló, de hát az már csak véletlen. Meg 21-e. Vagy nem véletlen? Én kívántam Bubli által boldog jarácsonyt. Na, készüljünk fel, jön a másik oldal, az már kicsit rövidebb lesz a műsoridő miatt is, meg... Na hát, ez lesz a nehéz. Ez, igen, kevesebbet írunk, amúgy itt is lehetne mindenfélét. De... Felkészültetek? Az új lap, a füzet, amiben írjuk, megvan? Ezért kell a másik lap. Meg hát. Akkor vágjunk bele. Bocs, csak tök jó érzés nyomogatni a Street Deck-et. Lekeverjük a zenét. Nem? Aki szeretné, megint ki tud kapcsolni. Tényleg 5 levegő orron, szájon ki. Annyira, hogy érezzétek a tüdőbe, szívottan megcsinálhatjátok újra. Nem akarom most itt én. Na, 2020... Ja, várjatok, még aki csináljon. Na. Most három dolgokat fogunk írni. Ezt a három dolgot fogom magamban szeretni. Nem, most már benyomtam. Nagyon szép kis tűz. Ezt a három dolgot fogom magamban szeretni.
Következő. Erre a három emberre tudok a nehéz pillanatokba is számítani. Elég sok a frame drop ma. Ezt most már az új lapra, ami 2022-t írtunk fel. Ezeket már az új lapra írjuk. A draftpod és a kocsiz az egyszerűen. Következő, erre a háromra dologra lesz erőm nemet mondani. Szóljatok, ha nagyon zavaró. Már 10 óra. Mondjuk nem kéne ilyenkor ilyen. Következő. Erre a három helyre látogatok el. Kocsma, pláza. Ezzel a három dologgal teszem otthonosabbá a környezetemet. És ezt a három újdonságot merem majd felfedezni. Nem tudom, miért beszélek bele a Stream Deckbe, a mikrofon itt van. Itt van a Sikinek podcast. Azért lehetetlen, nem írok le. Ja, és még egy. Ezzel a három módon kapcsolódom többet a szeretteimhez. Most már ne is hívjanak meg, én elengedtem a... Látját, elengedtem a síkideget, inkább feldolgoztam azokat itt adásba, vagy Late Night Talkmanbe azóta, amit oda vittem volna. Én ezt teljesen elengedtem. Most már ne is hívjanak. Hoppá, lemerült a kamerám, és már csak így. Akkor, amíg aksit cserélek... Úristen, hol az aksim? Addig írjatok le, hogy ebben az évben nem halogatom tovább, hogy... Írjátok le. Basz meg, hol az aksi? Erre az évre azt tanácsolom magamnak, hogy... Következő. Az már volt, hogy nem halogatom tovább. A
Szerintem volt az jön, hogy ebben az évben abból merítem majd a legtöbb erőt, hogy... Ó, akkor attól függetlenül még itt ugyanúgy kell deaktiválnom. Szar. Csinálom, csinálom. Hát a papírt nézzed, ne engem. Vagy meg a belső elméde. Ez az év számomra azért lesz különleges, mert... Most már végén vagyunk. Gyors vagyok? Bocs, igen, inkább... inkább írjatok le mindent. Mi volt az utolsó? Ebben az évben abból merítem a legtöbb erőt, hogy... És utána jött az az év számomra azért lesz különleges, mert... Már csak három dolog jön, de ezt már mondtam előbb. Pluszt, írjatok pluszt. Vagy menjetek el Lenke nénihez a pluszba. Három pluszig várok. Az én szavam a következő évre. Szóval válasz magadnak egy szót, ami majd erőt ad neked. Ez a szó jellemezze az előtted álló évet. Lovag. Pina, ugye? Ahogy munkák Picsu mondaná. Az már milyen vicces volt, mikor a Stardew Valley-ba. Fű. A fű ne legyen. Sok. Na, és akkor most jön a legnehezebb része, és erre kell a legtöbb időt szánni. Á, most tényleg, csukjátok be, mondjuk úgy nehezen tudtok, de engedjétek szabadjára a fantáziótokat bizonyos keretek között, és írjátok le, hogy hogy néz ki ideálisan az előttetek álló év. Elejétől a végéig. Mi történhet, mitől lesz jó, rajzolhatsz, írhatsz, de az is, hogy képzeld el, hogy mondjuk jövőre ilyenkor milyen körülmények közt fogsz engem nézni, hogy hol vagy, lehet, hogy ugyanott, ahogy most, vagy van egy új asztalod, egy új széked, ilyeneket is leírhatsz nyugodtan, egyedül, kivel, hogy, egy ilyen hosszabb kifejtőset ír, hogy néz ki. Ó, tudtam, hogy hívnak. Most már egy gombnyomással lenémítom. Addig írjátok le, ez úgyis hosszú.
De és lehet, hogy visszatanom. Ne úgy írjátok, hogy remélem, hanem hogy ez lesz konkrétan. Írjatok pluszt, ha megvagytok, 3 plusz után megyünk tovább. És most tényleg megvárom, mert ez a legfontosabb része az egésznek. Addig esetleg elmondom, aki nem tölt tesztet, hogy még idén azért tervezek 2 Cozy Winter Nights műsort, így ilyen estit. Szóval nem csak Breakfast Club, lesz még egy évzáró esti iszogatós Winter Nights-os adás is. Ó! Oh. Na most hol az alert? De ott volt. Nem, beleolvadt a környezetbe. Látok, már itt még szól az RG? Köszönöm szépen, Füzér! 3 hónap és második fokozat! Jesus Christ! Superstar! Köszönöm szépen, Füzér! Még azt nem tudom pontosan a 2 ünnep között. Jó, megvan a 3 plusz. És akkor még egy utolsó marad, a titkos kívánság. Na itt aztán szabadon engedheted a fantáziádat, amennyire csak akarod. Mi a te titkos kívánságod az előtted álló évre? Egyetlen egy dolgot írd le. És akkor lassan végéhez érünk. Lehet bármi. Nem tudom, hogy Petra miért írt XD-t. Figyelj, hátha. Öt pluszig várok. Lehet addig nem, mert előbb hívtak már, hogy már menni kell, mert forgatás van. Tudtam. Síugró verseny. Azta. Na és akkor az lesz a feladat ezzel, hogy ezt ne dobjátok ki, ezt tartsátok magatokhoz közel, hogyha van valamilyen emlékező táblád, vagy hűtőre szoktál tenni dolgokat, vagy csak tényleg, mit tudom, fiókba, nem kell mindig szem előtt lenni, ezt néha olvasgasd el évközben, éld bele magad, főleg abban a hosszúban, hogy hogyan képzeled el az évet. Sokszor így vizualizáld a dolgokat, és a legfontosabb az, hogyha az életben valami döntés elé kényszerülsz, vagy, nem, vagy nagyon nem tudod, hogy merre kéne menned, vagy magad alatt vagy, vagy választani, dönteni kell, meg kell oldani egy problémát, stb., akkor vedd elő ezt a lapot, és nézd meg, amiket felírtál, hogy ahhoz képest mit kell megtenned, melyiket kell választanod, hogy azok, amiket leírtál, megtörténjenek. És egy nagyon jó támaszt fog adni. És aztán megnézzük, hogy mennyi sikerült ebből egy év múlva. Hogyha ezt így. És ahogy mondom, ez majd lezárásnál, jó? Szóval ezt így nézegessétek, jussod eszetekbe mindig, hogy
hogy 2021. december 21-én, érted, 21-10, amúgy még, mert nem vagyok ilyen számisztikus, csak most kapcsoltam, hogy ugyanazok a számok vannak. Szóval, hogy ekkor mit akartál, hogy mi legyen nyáron, és a döntéseid ezek felé irányuljanak. És akkor valóra válhatnak, milyen meglepő. És ez így van, amit mondtam, hogy mi a baj a fű, meg pia, amiket írtatok, hogy az is, azzal az a baj, hogy fontos ez a tanácsom, hogy kövessétek a pozitív lapot, a 2022-eset, a célotokat. Remélem olyat írtatok, amiben nem magatokról van szó, nem hogy másnak ártsatok, mert nem kell másnak ártani. És itt teérünk vissza a másik lapra, hogy biztos nagyon sok rossz dolog marad bennetek. Valakiket nem kedvelünk, valakik ártottak, de el kell bocsátani, el kell engedni, le kell szarni, le kell fosni, csinálni kell a saját utadat, a saját feladataidat, mert hogyha ugyanúgy benne maradsz ebbe, akkor csak eteted jobban ezt a mérget, a düt, és akkor ugyanúgy benned marad ezek a sok szorongás, minden is felesleges. Aki kibaszott velünk, mi a faszért kövessük, vagy mit tudom én, gondoljunk rá, vagy tartsuk vele úgy a kapcsolatot, hogyha egy nagyon nagy tüske van bennünk. Vagy ez az, amit ezt onnan akartam mondani, hogy ártani neki. Minek? Le kell fosni, az a legjobb része. Ahogy mondani szokás. Le kell fosni, bele se keveredj. Tüsszög is. Meg azzal is csak romboljuk, hogyha harcolunk egymással, csak romboljuk a világot. Inkább azokra koncentráljunk, akiket szeretünk, akiket felírtunk erre a lapra. Ez egy kicsit a hippié nem beszélt most belőlem. Szóval... Igen, báró, meg tudtam, hogy írtok, ilyenekbe be lehet kötni, de hát aki katonai vezető, az már rég rossz. Hát érted, hogy ártal... Hát ez a rossz ebbe. Szóval remélem el tudtam mondani ezeket a dolgokat, hogy a jövőre tervezett dolog az vigyen előre, a múltat majd olvassátok el, engedjük el, ne gondoljuk, akik ártottak, vagy bármi, felesleges ezt csinálni, mert azzal is csak őt élteted a fejedbe, inkább azokra, olyan dolgokra, magadra koncentráld azokat az energiákat, a szeretteidre, és nem tudom, mit akartam ebből kihozni, mikor elkezdtem először mondani. És tudom, könnyű azt mondani, hogy le kell fosni, de higgyétek el, hogy megéri. Mire akartam ezt kifordítani? A fő lényeget nem mondtam el, amit akartam ebből kihozni. Ja tudom, és az is nagyon jó, amit a Petra írt, ezt akár én is mondhattam volna, nagyon egyetértek. Kettő, hogy józanul gondolkodjatok minden, amit ezzel elmondtam, és ezért tudom, hogy nagyon elterjedt a drogok, az alkohol, meg minden ilyen tudatmódosító, meg bármi ilyenek, de próbáljatok meg józanul gondolkodni, vagy legyetek józanak, és akkor olyan döntéseket is fogtok tudni hozni. Nem azt mondom, hogy semmit ne csináljatok, mert pont azért vagyunk itt, hogy megtapasztaljuk ezeket, és ezeket lehet. Vagyis hát valamiket nem szabad gyerekek, semmi esetre sem, nem támogatom semmelyiknek a fogyasztását. Ennyi volt már a Szabó Péter gameplay. Ez teljesen más volt, mint a Szabó Péter. Csak az, hogy ezek a dolgok határozzák meg téged, a döntéseidet. Szóval ne álljon a döntéseid mögött valami ilyen, amivel a tudatotokat nem józan állapotban van. És amúgy meg nagyon jó, amit a Petra írt, hogy ez ilyen, hogy politika, mert most már nagyon menő mindenkinek politizálni, ez egyáltalán ne határozzon meg titeket, és ne foglalkozzatok úgy mélyen. Vagy hát, aki akar, az foglalkozzon. Lefosom. Na ennyi lett volna a mai Szabó Péter gameplay.
Remélem tudtam segíteni. Most ezt írja, hogy hívés, nem hívés gyerekek, ez rajtatok múlik. Hogyha vallásos vagy, a legtöbb vallásban is vannak, ugyanezek megjelennek, akkor azért, ha a spiribe, keleti tanokba, akkor arra is igazak ezek a dolgok. Ha csak a realitásba, a fix dolgokba, akkor pszichológiailag is hatottunk az agyra és a tudatállapotunkra. Remélem sikerült tágítanom a tudatotokat, hogyha még a pszichológiába és semmibe se hiszel, akkor sajnálom. akkor te egy elem, egy biorobot vagy a Matrixba, próbáld meg tágítani a tudatodat, hogyha már a pszichológiában sem, meg semmi hitbe nem hiszel. De hogyha nem is hiszel és jó érzed magad, akkor az is jó végül is. Kellenek NPC-k is a világba, szóval nem kell minden. De nem, amúgy. A lényeg az, hogy de ha fasságnak tartod, akkor fasságnak tartod. Én lefosom. Ne menjetek el, még most jön. Még most jön. Tudtam, hogy ez valaki triggerel. De nem baj amúgy, nem baj amúgy, ha valaki semmiben nem hisz. Biztos jó, az is. Én is voltam, és ezt tapasztalatban mondom, én voltam nihilista évekig, és olyan langyos vízbe szopódtam, és nem történt semmi, hogy hihetetlen. Aztán elkezdtem olvasni jó könyveket, mind pszichológiáról, mind mindenféléről, és csodás az élet. Szóval akkor írjátok be, köszönöm a dolgozatokat, mindenkinek ötös lett. Köszönöm, hogy velem megcsináltátok, remélem tudtam adni. És ezek után meg lehet, hogy ki is kövessetek is ki, aki ki akar, ugye ez volt a tanulság is. De ezzel ne lesz, most lezárjuk. Mindenki azt csinál, amit akar. Mindenkit úgy szeretek, ahogy van. És lehet könyveket ajánlani. És akkor jöjjön a nagy reveal. Csak sikerült mellé nyomnom. Na, az a baj, hogy nekem már nincs időm, és most rám várnak, és még beszélnék. De akkor leplezzük le. Gyerekek, az ultimate meglepetés. Szerintem ez lesz a legnagyobb meglepetés, ami holnap 10 órakor meg fog történni. Holnap 10 órakor. De igen, Koksiz, én nem mondtam azt, hogy most mindent, amit leírtunk, az meg fog, úgy fog történni, hanem pont ez a lényeg, hogy azt el kell fogadni, hogy nem minden úgy fog történni, amit most leírtunk. Várjatok, ez nem volt természetes? Nem mondom azt, hogy minden így fog történni, és jövőre ez így meg fog történni. Rengeteg dolog van, amit nem mi befolyásolunk, de akkor azokat is fel kell dolgozni, meg kell érteni, hogy mihol rontottuk el, tanulni belőle, a másik oldalt megérteni, miért, és utána tanulni belőle, továbbállni, vagy megoldani. Nyilván nem te akarod eltörni a kezedet, de lehet, hogy ügyetlen voltál, vagy valaki. Szóval a nagy reveal, a 22-es. Úristen, holnap 10 órakor kezdődik az adás. A 22-es. Ami akár lehetne az évad finálé is. A holnapi adás. Az ultimate meglepetés. Érzitek? A cetli rejti. A cetli rejti. Azt a meglepetést, amire nem várnak szerintem több százan, és lehet, hogy sokaknak, nem is ez meglepetés, de majd ők is megértik, hogy miért jó ez. És miért nem 9-kor kezdünk.
ugyanis valakinek fel kell kelnie. Aki nem más lesz, elég szalul írtam fel, mint Csocsó! Holnap 100%-ra jön a Csocsó, és ő lesz a vendégünk. És végig itt lesz az egész adásban. Megkérdezhetjük tőle, mi a helyzet vele. Elmélkedhetünk az életről, de holnap nem mondja le, hanem megjelenik. És itt lesz velünk Csocsó. Ez kicsit a nyári csalódás bepótolva. Bobby bácsi ezt is elintézte. Aki nem tudná, még a megboldogult Discordunkon volt egy nagyon meghatározó arca, és lehet, hogy sokan nem ismeritek, de meg fogjátok ismerni, és nem akartok erről lemaradni. Szerintem ez a régieknek ez a legnagyobb ajándék ebben az évadban. Szóval egy jó beszélgetést látjuk, remélem, hogy jó lesz. És megkapjuk azt, amit várunk. Szóval azok is, akik nem ismerik a Csocsót, gyertek, mert egy nagyon jó adás elébe nézzünk. Reméljük fel kell, megígérte, hogy fel kell. Szóval nagyon szépen köszönöm. Hát ott már lehet a bann is el. Szóval nagyon szépen köszönöm ezt a mai adást. Hát ez necces adás volt. Köszönöm amúgy, hogy annyira nem őrültetek meg. Megyünk is tovább. Holnap jön Csocsó. És még egy nagy reveal vár. Egy nagy reveal még van, ugye már a Zsancsit elspoilereztem véletlenül, de még lesz egy nagy reveal, egy nagy meglepetés, hogy mi fog történni. Azt nem mondom el most, sem ennyire se, az se, hogy mi az. A lényeg az, hogy köszi, hogy itt voltatok, égessetek, olvassátok, és találkozunk holnap reggel 10-kor, ami már délelőtt. Kellemes napot kívánok nektek, köszönöm a szubokat, a donéteket, hajrá!